Egy sokak által használt járdaszakasz felújítása valósult meg Tamásiban a lakosság által befizetett kommunális adóból. 75 méter hosszú, körülbelül 100 négyzetméter felületen valósult meg az önkormányzati finanszírozású projekt, amely az útszakasz melletti korlátot is magába foglalja. Amikor 5 évvel ezelőtt az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy bevezetése kerül a kommunális adó, akkor egy olyan döntés is született, hogy ezt minden évben kizárólag utak és járdák felújítására fordítjuk. Ebben az évben a Hírt-Ferenc utcát sikerült teljes egészében megújítani, illetve ezt a járdaszakaszt, ami mellett itt állunk, ami azért is fontos, mert ez egy nagyon nagy forgalmú járda, és nagyon sokan közlekednek itt a két városrész között. A járdaszakasz ezen részén található egy artézi kút, amely egy pozitív kút, ami annyit jelent, hogy a víznyomás hatására a felszínt fölé emelkedik, ezért folyamatosan szolgáltatja a vizet. Az artézi kutak vize egyébként természetes úton tisztított, a különböző szennyeződések a tároló kőzet szemcséken megmaradnak. Sajnos ebből a Budán található 2010-ben felújított kútból már nem lehet vizet venni. Ez a kút régóta nem működik, egyébként egy pozitív kút volt, de mióta azon az úgynevezett érem van, amin az egyik vízműkutunk, így ez nem valószínű, hogy működni fog most már valaha, tehát ebből a forrásból, ami ennek a kútnak a vizét adta, ez a városnak a vízellátását oldja meg a helyi vízmű. Úgy tehát a kút szép, de nem valószínű, hogy fog működni, maximum akkor, hogyha nagyon magas lesz a vízállás. A település rész, ahol sikerült saját forrásból a járdaszakaszt felújítani, sok fejlődésen esett át az utóbbi időben. Budán vagyunk, és hála Istennek ezt az utóbbi egy-két évtizedben egy kicsit hátrányos településrészt fokozatosan sikerül rendbe tennünk, hisz a járda egyik végén található a sportokháza, illetve a Hunyadi tér, amely a közelmúltban került felújításra, és majdnem a másik végén pedig a Zöld Ponté Civilház nevű szintén új, megújult épületünk, aminek az átadására hamarosan sor kerül majd. Nagyon-nagyon sok olyan járda és út van, ami még felújításra vár a városba. Ezzel gondolom nem mondok újat, tehát itt még nagyon sok munka áll előttünk. Igyekszünk a legforgalmasabb és a legrosszabb állapotban lévő járdákkal, utakkal haladni, illetve hát ezeket próbáljuk előre venni. A projekt kapcsán apróbb festési munkák maradtak a tavaszra, melynek során a Gonozdi patakot átszelő híd korlátja is zöld színt kap majd.